Augusztus utolsó vasárnapján olyan sportesemény rendezésére vállalkozott a Bordás család, amit még nem látott eddig Jászberény lakossága. Régóta gondolkodtunk már ezen, hogy mivel lehetne Jászberény sportéletét fellendíteni, és így, hogy megnyitottuk az edzőtermet, így ez adott volt szerintem, hogy hát akkor csináljuk meg mi, mielőtt más lecsap erre a dologra. Meg hát a Dorina egyértelmű, hát a lányunk versenyzik, akkor egyértelmű, hogy versenyt csinálunk. A főrendezők lánya Dorina nagyon izgult a verseny előtt. Nagyon izgulok, igen. Egyrészt azért, mert ugye csak hazai terepen versenyzek, másrészt pedig azért, mert a lányok nagyon kemény ellenfelek lesznek. A BSD Gym mellett a HSMA erős emberek szervezete volt a társrendező. Vezetőjük jó helyszínnek nevezte a Jász fővárost. Köszönjük szépen a nézőknek a támogatást, nagyon jó a helyszín, és gyakorlatilag még soha nem voltam itt, pedig aztán jártam mindenhol az országban, úgyhogy külön öröm nekem az, hogy egy ilyen jó versenyhelyszínt sikerült találni. Amíg a versenyzők készülődtek, jóga bemutatót láthattak a kilátogatók. Sőt, a Kolibri Ese versenyzői is nagy sikert arattak. Majd aztán 11 órakor Jászberény polgármestere Budai Lórend nyitotta meg a versenyt. Két súlycsoportban 6 fiatal hölgy szállt versenybe. Első számuk a kamionhúzás volt. A kilátogató nézők csodálattal figyelték a lányokat, akik nagy erővel rugaszkodtak neki a hatalmas autó elhúzásának. A távolság 17,5 méter volt, és a végén a célszalag megérintésével állt le a stopper óra. Ezt követően szintén nagy 8 tonnás monstrumot kellett húzni, de ezúttal egy vastag kenderkötéllel. Nagyon erősek voltak a lányok ebben a versenyszámban is. Látszott, hogy igen gyakorlottan mozgatták a kötelet, így igen gyorsan célba ért a súlyos szerkezet. A harmadik versenyszámnál a kamion elhagyta a küzdőteret, de helyette egy 220 kg-os traktorgumi maradt a helyszínen. Itt az volt a tét, hogy ki mennyi ideig tudja tartani a hatalmas súlyt, amihez természetesen igen nagy állóképesség kellett. Továbbra is maradt a traktorgumi, de most sokkal nehezebben boldogultak a lányok, hiszen összesen 4-szer kellett átfordítani a 220 kilós kereket. A nagy melegben igencsak megdolgoztak a lányok ebben a versenyszámban is. Nem volt sokkal könnyebb eszköz a lengősúly sem, hiszen 200 kilót nyomott. Ezt kellett vállon cipelni 15 méteren át. Mindenki nagy ámulatára a mosonszolnoki lány szinte szaladt a hatalmas teherrel. Az eredmény hirdetésnél aztán kiderült, hogy ez nem volt véletlen, hiszen Lakman Mirtil magabiztosan nyerte a versenyt. A jászberényi Bordás Dorina pedig a második helyet szerezte meg. A könnyebb súlycsoportban pedig Csonka Méri lett az első. Dorina versenytársának az ötből két szám is van, amit kedvel. Úgy összességében a lengősúly, azt szeretem a legjobban, meg mellette a kamionhúzás. Mirtilnek legelőször a fiúk segítettek a kamiont megmozdítani, viszont azóta igencsak belejött. A fiúk segítettek, először megtolták a kamiont hátulról, és így minden héten mentem, és egyre jobb lett. A jászberényi lány egyáltalán nem volt elkeseredve, hogy második lett a hazai rendezésű versenyen. Örülök, hogy sikerültek a versenyszámok, már amelyik, nem mindegyik volt 100%-os, de én beleadtam mindent. Mit szólsz a hazai közönséghez? Mennyit jelentett számodra, hogy a jászberények itt biztattak? Nagyon hangosak voltak, nagyon hangosan kiabáltak nekem, ezt hallottam közben is, pedig sosem szoktam semmit hallani közben, de most hallottam. A lányok viadalát a férfiak követték, ahol az amatőröknél a jászberényi Darás Sándor, a profiknál pedig Nagy Arnold lett az első. A jól sikerült rendezvénynek úgy tűnik folytatása is lesz. Biztos, hogy lesz, szerintem nem az első volt, remélem, hogy jövőre tudjuk ezt folytatni, és akkor megrendezzük még nagyobb, még színvonalasabb. Most ebből tanulunk, hogy mit hogy kell csinálni, és akkor jövőre nagyobb, jobb lesz.